A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Egint magazint látják. Október a merrák hónapja, így a mai műsorunkat is ennek szenteljük. Először beszélgetünk a betegségen átesett sportolóval, de előtte megnézzük, hogyan zajlott a merrák elleni sét a városunkban. Tartsanak velünk! Idén is rózsaszín lufikkal, rózsaszín ruhadarabokkal üzentek az országalmánál és a belvárosban. Székesfehérvár önkormányzatának képviselői, sportolók érintettek, hogy fontos téma miatt érkeztek. Október 1-e a merrák elleni küzdelem világnapja. A városban minden október 1. szombatján a betegség megelőzésére hívják fel a figyelmet. Itt igazán a figyelem felhívása a cél, és egy ilyen sétával, egy kicsit ilyen színes program keretében talán olyanokhoz is eljutathatjuk ezt az információt, akik nem biztos, hogy odafigyelnek, de lehet, hogy így veszik rá magukat arra, hogy menjenek el egy megelőző vizsgálatra. Reményünk szerint azt mutatja, hogy minden a legnagyobb rendben van, de ha véletlenül nincs, akkor nagyon-nagyon fontos az idő, hogy időben vegyék észre a problémát, ami megint a prevencióhoz kapcsolódik. A séta idén is, mint mindig, a figyelemfelhívásról szól. Arról szól, hogy valahova tegyük el az emlékezetünkbe, hogy vannak olyan betegségek, amik szűréssel megelőzhetőek. Mindenki egy bizonyos kor fölött rendszeresen kap meghívókat, és nagyon-nagyon sajnálatos, hogy minden 10 nőből csak 4 megy el erre a vizsgálatra. Pedig megelőzhető lenne egy súlyosabb kimenetel, amit ezzel a mammográfiás vizsgálattal fel lehet fedezni. Úgyhogy én minden évben nagyon boldog vagyok, amikor látom a sportolókat, látom a nyugdíjas klubokat, látom polgármester urat, hogy mindenkinek fontos, hogy felhívjuk erre a figyelmet. A merrák jól gyógyítható, minél korábban fedezik fel a mammográfiás vizsgálaton, annál nagyobb az esély a gyógyulásra. A betegségben egyre inkább érintett a fiatal, a 30-as korosztály. Az egyetlen és legfontosabb mondani való, hogy az ember ne érezze úgy, hogy ez valami különleges betegség, valami különleges csapás. Ugyanolyan betegség, mint a többi, ugyanúgy meg kell gyógyítani, minden betegség kellemetlen, de ugyanolyan, mint nem egy bélyeg, amit az embernek valahogy szégyenkezve kell viselni, nem kell vele büszkélkedni, de nem kell tőle megijedni. Azt szoktam mondani, hogy a mammográfiás szűrésen az a jó hír, hogyha találnak egy kis emlőrákot. Azt kell mondani, hogy asszonyom, van egy jó hírem, találtunk egy 8 mm-es emlőrákot, mert abból nagyon könnyű meggyógyítani valakit. Ha nem találják meg, és csak 2 év múlva megy újra szűrésre, akkor már egy nagyobb betegség van, azt nehezebb meggyógyítani. Rengeteg beteg van, körülbelül 8-9 000 új beteg van minden évben a nők között, a férfiaknál nyilván 1% csak az aránya, de körülbelül a lakosság 10%-a az életében vagy beteg a nők, vagy beteg volt, vagy beteg lesz emlőrákban. Ez borzalmas gyakori, körülbelül olyan gyakori, mint a pajzsmirigy alulműködés. A gyógyulási aránya nyilván annál jobb, minél korábban fedezik fel, ezért olyan nagyon fontos. Én inkább azt mondanám, hogy a mostani szűrési szokásokat, hogy 45-től 65-ig 2 évente, azt ki kellene terjeszteni, sok országban már 40 éves korban kezdődik, és évente. Úgyhogy ha valaki megteheti és elég gondos, akkor kövesse ezt a útmutatást. A merrák elleni séta fővédnöke Zágoszki Noémi színművész, aki minden évben jelenlétével erősíti a szűrések a megelőzés fontosságát. Mindenkinek más jelent a megelőzés. Én általában mindig
Tehát nem a fizikai szintre, nem a lelki szintre, vagy a mentális szintre szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt a megelőzésre. És én úgy érzem, hogy lehet, hogy nekem ez a feladatom, hogy esetleg egy-két ember szemét felnyissam, mert igenis tudatossággal nagyon-nagyon sokat tehetünk az egészségünkért. Kovács Szilvia, a Fehérvár Média Centrum munkatársa, 8 évvel ezelőtt megküzdött a betegséggel. Én azt gondolom, hogy az önvizsgálat a legfontosabb, amit tehetünk, azt minden hónapban el kéne végezni. Ez tényleg egy pár perces dolog, az interneten van róla rengeteg anyaga, ahogy el lehet ezt sajátítani, akárhol, akár egy-egy egészségügyi szűrőnap alkalmával is meg lehet tanulni, akár most is itt van makett, tehát hogy ez nem egy ördögtől való dolog, hogy egy kicsit átnézzük magunkat. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy én annak ellenére, hogy ugye 40 fölötti nőknek szól a mammográfiai meghívó. Én azt mondom, hogy azért, hogyha valami gyanúsat észlelünk, akkor menjünk el a nőgyógyászunkhoz, házi orvosunkhoz, aki aztán el tud küldeni akár egy mellultrahangra, vagy egy mammográfiára. Tehát bármi gyanús van, én azt mondom, hogy mindenképpen nézessük meg. Nem kell rögtön megijedni, de meg kell nézetni rögtön. Nagyon nehéz volt az út egyébként. Kívülről nem biztos, hogy annyira látszott. Ugye volt parókás időszak, volt mellnélküli időszak, volt 3 műtét, tehát hogy úgy azért elég sok mindenen kellett túlesni, mind a közben, hogy ugye azért munka volt, gyerekek voltak, válás volt, tehát hogy elég tartalmas volt ez az elmúlt 8 év. Minden pillanatára emlékszem, a rosszra is, a jóra is, de azt mondom, hogy szerintem ettől én több lettem. Tehát hogy az, hogy most itt vagyok egyébként 8 évvel a betegség után, és egy csomó mindent csinálok, és boldognak érzem magam, az lehet, hogy ennek is egyébként köszönhető, annak, hogy ezt az utat végigjártam, például a képekkel együtt, jó orvosokkal, úgyhogy én csak hálás lehetek. Azért is vagyok most itt, azt is ilyenkor el szoktam mondani, hogy nem kell ilyenkor megijedni, rá kell nézni egy túlélőre, és látni azt, hogy igen, a mellrák után is van élet. Az Országalma melletti sátorban önvizsgálati és lelki tanácsokat kaphattak a séta résztvevői, és a mellrák szűrésekre is fel lehetett iratkozni. A mellrák világnapjához kapcsolódóan hívtam ma egy vendéget, akivel azt hiszem, hogy nagyon tanulságos beszélgetésünk lesz. Én mindig örülök annak, hogyha sorstársakkal beszélgethetek, hiszen ahogy nézőink is tudják, én is magam is felvállalom, hogy átestem ezt ellen a betegségen, és nagyon örülök annak, hogy vannak olyanok, akik mernek a nyilvánosság elé állni, és merik vállalni azt, hogy ők is bizony megküzdöttek ezzel a betegséggel. Itt van a stúdiónkban Tillinger Tamara, akit szerintem a nézőknek sem kell bemutatni. Aki esetleg az életrajzodra kíváncsi, Vakler Lajos műsorában megnézheti részletesen, de azt elárulhatjuk, hogy magyar válogatott kézilabdázó, székesfehérvári kézilabdázóról van szó. Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Szia, köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. No, elsőként, mielőtt belemegyünk abba, hogy élted meg ezt a betegséget és hol tartasz, azt mondd el nekem, kérlek, hogy hogyan érintett ez az egész. Hogyan éled meg azt, hogy jött ez az életedbe? Én azt látom, hogy nagyon pozitív vagy, és jól vagy. Valóban így van, jól látod. Hát nyilván azért, mikor ezt az ember felfedezi magán, vagyis hát legalábbis nálam így történt, önvizsgálat során vettem észre, hogy van egy csomó a bal mellemben, hát akkor ugye mindenki jó barátja a Google, elkezdtem én is utána nézni a dolgoknak, hogy milyen lehetőségek vannak, mi lehet ez, de hát nyilván az volt az első, hogy mindenképp szeretnék orvoshoz menni. Akkor kint éltem Svájcban, úgyhogy ott el is mentem házi orvos ugye beutalt MRI-re, és onnantól kezdve nőgyógyász, levették a mintát, biopszia. És inkább az a nehéz, hogy vársz az eredményre, hogy vajon mit fognak mondani. Hát ott nem tagadom, azért nyilván sokba kerültem, főleg azért, mert nekem a családom sem tudta, hogy akkor épp mi megyek keresztül, mert nem szerettem volna pánikot kelteni. De hát aztán jött a diagnózis, hogy sajnos ez egy mérges gumó,
nem is mondtuk ki azt, hogy rák, mert azért azt nehéz kimondani elsőre. Úgyhogy hát igen, ott egy picit így letaglózott a hír, de az járt az első körbe a fejembe, hogy nekem látnom kell az Áront. Látnom kell felnőni, hogy én elmenjek érte az iskolába, elmenjek a meccseire. Szóval ott ez volt az első gondolatom, hogy nekem ezt muszáj. Uh-huh. Maga ez a nap, amikor te felfedezted ezt a daganatot, hát most már sajnos így kell, hogy hívjuk, de már ugye nincs, úgyhogy ennek örülünk, az milyen gondolatokkal töltött el? Tehát, hogy mondod, hogy elkezdted megnézni, hogy mi ez, meg már nyilván azért innen-onnan hallottál róla, de hogy azért ilyenkor az első gondolat, ugye legalábbis nekem az volt, hogy sőt, amikor már megkaptam a diagnózist, hogy miért pont én, ugye ez az érzés, ez mindenkinél eljön. És azt gondoljuk, ugye, hogy velünk ez nem történhet meg. Igen, én is így gondoltam, hogy aki sportoló, odafigyeltem ugye azért tényleg az egészségemre, az életemre. Hát ugye utána jártam, hogy mi lehet. Nyilván, de aztán próbáltam, tudod, a gondolataimat elhesegetni, mert csak pozitívan, nem biztos, hogy az, nem kell egyből kétségbe esni, majd az orvos megmondja. Úgyhogy hát vártam ugye az eredményt, hogy mi lehet. És veled hogyan közölték a diagnózist? Telefonon hívtak fel, hogy megvan az eredmény, és hogy sajnos ez rossz indulatú daganat. Hát ott nyilván sok, sírtam, sírt az akkori párom is. Na hát akkor mondjam el, hogy mondjam el itthon. És akkor először a tesómat hívtam fel, hogy mondom, tesóm, baj van. Mi a baj? Hát mondom, találtam egy csomót a cicimben, és rossz indulatú. Na hát akkor ott ugye mindenki sírt, és egyből mondta, hogy hát akkor mondd el anyának. Na, de hogy? És akkor felhívtam anyát is, és akkor elmondtam neki ugyanezt, hogy hát anya, beteg vagyok. Mi covidos vagy? Akkor még ugye ment a covid. Hát mondom, nem. Mondom, találtam egy csomót a mellemben, és sajnos rossz indulatú. Na hát akkor figyelj, kislányom, gyere haza. Én tudtam egyébként, amikor már megtaláltam a csomót, nem volt kérdés, hogy hol szeretném folytatni, ha netán azt az eredményt kapom, hogy rossz. És akkor ez volt egy csütörtöki nap, szombaton utaztam haza. Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy hol fogom ezt csinálni. Uh-huh. És akkor hogyan tovább? Ugye ilyenkor jön az, hogy már a tapasztalatomból, hogy akkor elkezdik az emberek keresni a legjobb lehetőséget, a legjobb orvost, ugye kihez ugye megy a kapkodás, legalábbis részemről ez volt, hogy ment a kapkodás, hogy akkor begyűjtöttem nem tudom hány orvosnak a nevét, és akkor melyik a legjobb, meg mindenki mondja meg, hogy mi a jó, és aztán valahol kikötsz, és aztán elindul egy ilyen folyamat. Hála Istennek, szerencsésnek mondhatom magam, mert a testvérem által volt kapcsolatom az onkológiára, és akkor a hölgy segített nekem egy onkológust keresni, előtte pedig felvettem a kapcsolatot egy rendkívüli jó sebésszel, és ő azt javasolta, hogy nyilván az első kör az onkológus, és akkor ő utána nagyon szívesen segít. És akkor ez így is volt, a nővérem által találtunk egy nagyon kedves onkológust, akivel ugye megkezdhettem a kezeléseket. Uh-huh. Ez mind ugye Budapest? Így van, ez Budapesten az Országos Onkológiai Intézetbe jártam, és járok a mai napig is, úgyhogy, de tényleg nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert maximálisan bízom mind a két orvosomban. Uh-huh. Ugye van, akinél úgy indul ez az egész daganattól megszabadítási folyamat, hogy műtét, meg van, akinél hát elkezdődnek ezek a cudarabb kezelési módok, ugye, amitől ugye minden hölgy tart, nem csak hölgy, urak is. De hát nyilván nekünk hölgyeknek azért az, hogy mondjuk azt mondják, hogy kemoterápia, az egy ilyen nagyon elrettentő dolog, mert hát akkor tudjuk, hogy a hajunknak annyi. Nagyon érdekes, mert képzeld el, én nem ettől tartottam a legjobban, hogy fú, nem lesz hajam, szemöldököm, szempillám, hanem én a hányástól rettegtem, ugye a filmekben látod, kemó utána mindenki szalad a vécére. Hát nekem ez volt az egyetlen nagy küzdelmem igazság szerint, hogy fú, csak ne hányjak, csak ne hányjak. De hát nyilván ez sajnos engem sem került el. Az, hogy nem volt hajam,
abszolút nem rettentem el tőle, sőt, megbeszéltem a fodrászommal, hogy az első kemoterápia után megvárom azt a 2-3 napot, mert hát, ha kiüt, rosszul leszek, és akkor utána megyek, és ez így is volt, hogy rá pár napra mentem a fodrászhoz, és hát az is egy emlékezetes pillanat volt, mert elkísért édesanyám, és akkor a fodrásszal nagyon jó a kapcsolatunk, már nagyon régóta hozzájárunk, na hát akkor ott álltak, tudod, fogtuk a hajnyíró gépet, na mondom, figyelj, Barbara, add ide, egyik sem merte, tudod, neki, nem mertek neki indulni, és akkor én kezdtem el levágni a hajam, és onnantól kezdve engem ez abszolút nem zavart. Szerintem az nagyon fontos, hogy el tud fogadni önmagad, hogy jól érezd magad a bőrödbe, ennek a sok rossznak az ellenére is, és én ezt szerintem kimaxoltam. Akkor, ha jól értem, akkor az első nálad az volt, hogy kemoterápiát kaptál, és utána műtöttek, ugye? Így van, nekem a kezeléssel kezdődött ez az egész dolog. Kaptam 13 kemoterápiás kezelést, és a kezelés vége után 4 héttel volt az első operációm. Na most a műtétről annyit, hogy azt a nézők nem tudom mennyire tudják, mennyire ismerik az eljárásokat. Ugye annak idején, amikor én 18 évvel ezelőtt átestem, akkoriban kezdett bejönni Magyarországra az a fajta mellmegmentési technika, ami még azelőtt soha nem volt. Tehát ugye az volt, hogy nekem azt mondták, hogy vagy ez van, hogy levágják, és ennyi, mert ugye nekünk fiataloknak ugye még sajnos annyira drasztikus, hogy általában nagyon sok százalékban a mell eltávolítását javasolják, hogyha már egy nagyobb méretű daganatról van szó, és hát ilyenkor jön az, hogy na hát akkor eltávolítják, csonkolják, és akkor viszontlátásra, vagy pedig én akkor szembesültem az, hogy már van egy olyan eljárás, amivel megmentik a mellnek a bőrét tulajdonképpen, és beépítenek, beültetnek alá egy ilyen implantátumot, végül is most mondhatjuk így, egy átmeneti implantátumot, amit később kicserélnek egy valódira. És hát szerintem akkor neked már ez egy jól bevált gyakorlat volt, hogy aztán te is ezt a módszert kaptad. Igen, viszont a rosszban a jó, hogy hála Istennek a kemoterápia hatására nekem a daganatom teljesen eltűnt. Szóval összezsugorodott tényleg annyira, hogy elég lett volna az is, talán, hogy kimetszék. De úgy voltam vele, hogy én a tutira megyek. Szóval egy percig nem gondolkodtam, hogy jó, akkor metszegessük, és akkor nem. Én tudtam, hogy mit szeretnék, mit akarok. Én el szeretném távolítani mind a két mellemet annak ellenére, hogy hála Istennek hatásos volt a kezelés. És igen, ahogy említetted is, expandert kaptam ugye bele, és azt töltötték nekem egészen addig, amíg el nem jött a műtét időpontja. Uh-huh. Egyébként téged hogy érintett az, amikor azt mondták, hogy hát el kell távolítani az egész mellállományt? Ez is lehet, hogy érdekesen fog hangzani, ez sem zavart. Szóval most nem azért mondom ezt, hogy esetleg én ezzel így erőt vagy nagy képűséget sugározzak, mert abszolút nem, hanem úgy gondolom, hogy nem ettől nő a nő, hogy van két szép melle, vagy szép hosszú haja, szép szempillája, hanem én tudtam, hogy mit akarok. Én meg akarok gyógyulni, és ennek az az ára, hogy ilyen műtéteken essek át. Uh-huh. Reflektálva erre, nálam is ugyanez volt, hogy amikor ezt mondták, akkor ugye az embernek két dolog lebeg a szem előtt, illetve az nagyon lebegett az én szemem előtt például, hogy úristen, vannak kisgyerekeim, és én most benne van a levegőben, hogy itt hagyhatom őket. És amikor azt mondják, hogy leveszik a mellett, jó, és tehát, hogy akkor inkább ezt választom, mint hogy a rosszabbik verzió legyen. És hát igen, tehát ilyenkor az ember annyira nem foglalkozik ezzel. Viszont ez a 13 kemoterápia, ez nagyon sok. Ezt hogy élted meg? Ez tényleg nekem összesen 6 volt, azért ez több, mint a duplája. Uh-huh. Hát igazság szerint úgy volt, hogy 4 erőset írtak elő, és 4-et terápiával egybekötve.
Viszont az első 4 erősből csak 3-at kaptam meg, mert az annyira nem volt hatásos. Ugye attól ment el a hajam, attól nem volt szemöldököm, szempillám, és a második 4-et, abból az első kört megcsináltam, az egy hosszabb kezelés volt, az egy 4-5 órás kezelés volt, és viszont annak utózöngéjeként kellett kapjak fehérvérsejtnövelő injekciót, 5 darabot. Viszont attól óriási fájdalmaim voltak. Olyan fájdalmam volt, hogy egy pólót nem tudtam magamra húzni. És akkor azt mondta az onkológusom, hogy a maradék 3 nagyot bontsuk fel 9 picire heti lebontásban. És akkor így is történt, akkor mondtam, hogy jó, csináljuk úgy, és hála Istennek, attól nem volt bajom. Szóval ezért jött össze így a... Ja, értem. Igen, hogy felbontottuk az utolsó 3-at 9 picire. Most egy picit foglaljuk azért össze, mert nyilván a műsoridőnk sem terjed ki arra, hogy most nagyon részletesen megbeszéljük, hogy mikor mi történt, de azért egy picit foglaljuk össze, hogy akkor ezek után mi történt. Ugye kaptad a kemoterápiákat, és hát most már a harmadik műtéten vagy túl. Mi történt veled azóta, és azt jól olvastam, hogy sugarat nem kellett, hogy kapjál, ugye? Így van, sugárkezelésre hála Istennek nem volt szükségem. Mi történt azóta? Igazság szerint boldogan élem az életem, de szerintem azért ez látszik is, hogy jól érzem magam a bőrömben. De jól éreztem magam a műtétek között is, szóval nem az volt, hogy most műtöttek, nem csináltam semmit, de ezt elmondhatom a kemoterápia közben is. Lement az a 3-4 nap, és ugyanúgy éltem az életemet, mintha én nem lennék beteg, mert nyilván az élet megy tovább, és hála Istennek ott a családon belül is nem is beszélgettünk erről. Nyilván, amikor orvosnál voltam, megbeszéltük, hogy mi volt, de utána ugyanúgy programoztunk. Most meg ugye itt dolgozom Fehérváron, egy szuper közösségben, szóval tényleg jól érzem magam, és csinálom a kis feladatomat, koncentrálok arra, hogy jól legyek, ugye minden fejben dől el, és én hiszek ebbe. Milyen utóélete van, lesz ennek a úgymond utógondozásnak, mert most már nem beszélünk betegségről? Hát ezen még nem gondolkodtam el igazán, de ahogy te is mondod, hogy ezen túl kell lépni, nem kell róla beszélni, ha jól érzi magát az ember. Most nem szeretnék abba se belemenni, hogy mindig aggódjak valamiért, mert a vonzás törvénye szerintem nagyon működik. Nyilván a pozitív dolgokat bevonzom, mert én úgy akarom, hogy pozitív legyen. Szóval csak előre tekintek, és ilyenekre, hogy esetleg mi lesz később, nem, mert csak a most számít, és most nagyon jól vagyok. És a vizsgálatok mennyire lesznek mostantól gyakoriak? Mennyire kell figyelned? Mert azért nyilván valamilyen szinten még azért az életedet elkíséri egy ideig. Persze, meg azért ez elég friss dolog, ugye még. Most jövő héten pont megyek egy csontizotóp vizsgálatra. Októberben lesz még egy nagy laborom, és az összes többi vizsgálatom, ami ugye röntgen, hasi ultrahang, CT, az már csak jövőre. Akkor reméljük, hogy aztán egy idő után el is felejtetted ezt a dolgot. Azoknak a nézőinknek, akik velünk vannak és kíváncsiak a te történetedre, a te pozitivitásodra, mit tudnál mondani azoknak, akik mondjuk hasonlóan jártak, mint mi sorstársainknak? Hát szerintem a legfontosabb az, hogy el kell fogadni önmagad, hogy legyél boldog, és te vagy a sorsod kovácsa. Úgyhogy a pozitív dolgok nagyon fontosak, abból kell erőt meríteni, és tényleg nem szabad begubozni, kell tudni róla beszélni, mert ha nem, az csak felemészti az embert, és hát mindenkinek az tényleg, hogy küzdeni, mert ennek van végeredménye, lesz végeredménye. Én minden egyes ilyen rózsaszín lufis sétán nagyon szoktam hangoztatni azt, hogy mennyire fontos az önvizsgálat, és szerintem te is meg tudsz ebben itt a beszélgetésünk végén erősíteni, hogy nagyon fontos, hogy a hölgyek odafigyeljenek magukra, hogy eljárjanak a vizsgálatokra, meg hogy az önvizsgálatot végezzék, ahogy te is nagyon helyesen tetted, mert ha nem vetted volna észre, akkor ki tudja, hogy most itt beszélgetünk-e. Úgyhogy kérlek, ebben még erősíts meg. Így van, ez nagyon fontos. Én is ugye önvizsgálatot végeztem, de ennek ellenére én jártam is rendszeresen szűrésre.
Szóval tényleg ez abszolút olyan dolog, amit minden hölgynek, de ahogy említetted, úrnak is meg kell tennie, mert sajnos ez a betegség nem válogat. Ott az onkológián is látok fiatal korosztálytól tényleg az idősebb korosztályig, és fontos az egészségünk, és vigyázzunk rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, jó egészséget kívánok neked, és remélem, hogy máskor is ugyanilyen jó kedvben, vidáman fogunk tudni majd még beszélgetni. Köszönöm szépen. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.